Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Újabb 5 évre a kereszténydemokrata néppárt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnökévé választották Sesták Miklóst. A Kisvárdán megtartott tisztújító választmányi gyűlésen az országgyűlési képviselőnek egyhangúlag szavaztak bizalmat a küldöttek. Egy perces néma gyásszal emlékezte Kisvárdán a KDNP választmányi gyűlésén Szilágyiné Császár Teréziára, a párt egykori országgyűlési képviselőjére, volt alelnökére, aki életének 82. évében hunyt el október 7-én. Szilágyiné Császár Terézia 1943. július 20-án polgáron született, rendszerváltó politikusként aktív szerepet vállalt a KDNP megalapításában Nyíregyházán, 1990-től a párt országos alelnökének és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet elnökének választották. Országgyűlési képviselőként dolgozott 1994 és 1998 között. A Magyar Nő Unió alapító elnöke volt, a szervezetet 1993-ban az Európai Nő Unió a rendes tagjai közé emelte. Egész életútját jellemző áldozatvállalásáért, helytállásáért 1996. áprilisában a Szent György Lovagrend tagjai közé választották. Köszönöm szépen! A Várta Sporthotel konferencia termében a KDNP Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének tagjai tartottak választmányi gyűlést, amelyen a helyi pártszervezet tagjai mellett a vezetésből Latorcai Csaba és Azbej Trisztán vett részt. Először a pártnak az a testülete, az a vármegyei testülete tartott tisztújítást, amelyik tulajdonképpen a legközelebb áll és a legközvetlenebbül kapcsolódik az emberek mindennapi életéhez. Ez az önkormányzati testületnek a vármegyei bizottságának a tisztítása volt. Tehát akik a teremben tartózkodtak és a következő 5 évnek a vezetéséről és az irányvonaláról döntöttek, azok a kereszténydemokrata néppárt tagok, akik polgármesterként vagy a megyei közülésekben vagy az önkormányzati testületekben minden nap szolgálják a helyi közösséget. Egy másik esemény pedig a pártnak a vármegyei választmányának a tisztújítása. Egyrészt ez azt mutatja, hogy általában véve a világnézeti és a nagy politikai a törekvéseinknek a helyi letéteményesei kik lesznek, valamint kik lesznek azok, akik a vármegyének a delegáltjaként december elején az egész pártnak az országos vezetéséről és az irányvonaláról és a jövőjéről dönteni fognak. A kereszténydemokrata néppárt büszke a hagyományaira, de úgy tekintünk a múltunkra, mint ami kötelez is minket. Amit fontos tudni a pártunkról, hogy Magyarország legnagyobb múltú parlamenti pártja. 80 évvel ezelőtt alapították ezt a politikai szervezetet. Álltunk szembe mi a náci uralommal, álltunk szembe az őseink a kommunista uralommal, és most pedig egy szuverén, a keresztény kulturális örökségére büszke Magyarországot erősítünk, és ezt az országot, és ezt a gondolatot, és ezt az értéket védjük. A hagyományunkból is fakad, hogy a pártélet szervezése is a hagyományokban gyökerezik. Ennek folytán minden 5 évben megújul a pártnak a vezetése. A helyi szinttől indulunk, a vármegyei szinteken keresztül végig, egyébként idén decemberre egy országos megújulás fog bekövetkezni a pártban. És ezek a szintek jelölik azt is, amit mi gondolunk, hogy értékünk, hozzáadott értékünk és missziónk a közéletben. Egyrészt, amiről már szó esetett korábban ma este, az emberek mindennapi életét szeretnénk jobbá tenni, az embereket, a helyi közösségeket szolgáljuk, hogy azok gyarapodó identitásukat megőrző, biztonságban élő közösségek legyenek. Egy következő szint a nemzetnek a szintje. A keresztény társadalmi tartásból fakad az emberi méltóság, a szolidaritás és a munkatisztelete mellett a közösségeknek, a családtól egészen a nemzetig a közösségeknek a megerősítése. Mi, mai kereszténydemokrata a néppárt és annak a tagjai ugyanazt a
hazafias érzületet szolgáljuk, amit az őseink is. Egy szuverén, az önállóságot megőrző, szabad, független keresztény értékeit és identitását megőrizni képes országban hiszünk, és ezt akarjuk erősíteni. Ezen kívül pedig a KDNP a Fidesz-szel szövetségben az elmúlt 14 év során Európában a legsikeresebb politikai formációnak bizonyult, és ebben a szövetségben a KDNP-nek a fő hozzáadott értéke az a világnézeti alapja. Az a világnézeti alap, hogy a politikánkon keresztül a Bibliának a társadalmi tanítását kívánjuk megerősíteni. És a jelenkorban, amikor a keresztény civilizációt, a keresztény értékeket sok oldalról fenyegeti különböző támadás, a keresztény demokratáknak a helyi közösségektől, a magyar családoknak a megerősítésétől kezdve, egészen a civilizációnknak a megerősítéséig van küldetése. Egy olyan korban élünk, amikor tőlünk keletre, ezt a saját munkámból tudom, a keresztényeket gyilkolják, a templomokat keresztény üldöző terrorista szervezetek felrobbantják. De tőlünk nyugatra pedig a templomokat bezárják, vagy érdeklődés hiányában, vagy azért, mert a keresztény egyházakat, a keresztény gondolatokat, a nyugati úgynevezett liberálisok száműzik a közéletből. Tehát keletre felrobbantják, nyugatra bezárják a templomokat, Magyarországon pedig újakat építenek. Az elmúlt 14 évben több száz új templom épült a magyar kormány, a magyar állam támogatásával a Kárpát-medencében. És az épület, az tulajdonképpen csak egy szimbólum, ennél sokkal erősebb az, hogy a kereszténységünket, a keresztény értékeinket tudjuk megerősíteni. Egy olyan korban is, amikor keleten a kereszténységet humanitárius támadás és válság fenyegeti, nyugaton pedig egy identitásválság. Seszták Miklós, a kereszténydemokrata néppárt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnöke szerint a konzervatív kormány szavazóbázisát és a párt családon belüli egységet nem veszélyezteti az ellenzéki térfél átrendeződése. Én azt gondolom, hogy a kormányzó oldal vagy a jobboldali paletta nincs átalakulóba. Ott nagyon, nagyon eltökélt és nagyon szoros 2010 óta tartó választási szövetségben vagyunk a Fidesz-KDNP-vel. Én azt gondolom, ahol alakulgatnak, az az ellenzéki oldal vagy egy messiás, vagy egy másik messiás, vagy egy harmadik messiás próbálja éppen az ellenzéki szavazókat egy táborba gyűjteni. Persze foglalkozni kell vele, de azért nagyon fontos, hogy ezt azért tegyük tisztába, hogy a mi választási szövetségünk, a mostani kormányzó párt, az nagyon-nagyon egységes. Tíz óta nagyon fixen együtt és egy irányba nézünk és húzzuk is ezt a bizonyos hajót. Hogy milyen a KDNP szerepe a megyében, azt szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az összes megyét figyelembe vételével szerintem Szabolcs-Szatmár Bereg megye az ország legerősebb KDNP szervezete ebbe az országba, azért, mert a megyei közülést KDNP is vezeti. Ezen kívül a megyei jogú várost leszámítva a két legnagyobb várost, Kisvállat és Mátészalkát KDNP-t vezeti. És ha még azt is hozzátesszük, hogy a legtöbb szavazattal és a legtöbb százalékkal megválasztott KDNP-s képviselés ebbe a megyébe van, az szerint személyem, akkor azt gondolom nyugodtan mondhatjuk, hogy a legerősebb szervezettel rendelkezünk ebbe a megyébe. És azt gondolom, hogy ez így van helyes, ez így helyes, és azt gondolom, hogy azt kérdezte, hogy mit tudunk mozgósítani. Hát nagyon fontos lesz a mozgósítás 26-ban, ez egy erős csapat. Azt gondolom, hogy 26-ra a Fidesz-szel és a KDNP együtt egy szekeret húzva ismét győzelemre vezetheti azt a bizonyos zászlót. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnökeként úgy látja, Szabolcs-Szatmár Beregben a kereszténydemokraták jól szerepeltek a választásokon, és kár volna változtatni a győztes csapat vezetésén. Itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élők még azok a keresztény hagyományok, amelyre Magyarország épült az elmúlt ezer esztendőben. Itt még az emberek hétköznapjaiban meghatározóak ezek az értékek, és ezek az értékek valódi közösségszervező erővel bírnak. Itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a keresztény demokrácia otthon van. Ugyanakkor azt tudom mondani, hogy minden vármegyében van még hová fejlődni, hiszen nagyon sok olyan ember van még, aki hasonló értékeket vall, akik tenni akarnak
egy keresztény kultúrájú Magyarország megőrzése érdekében, akik nemet mondanak az iszlámra, akik nemet mondanak a migrációra, és akik nemet mondanak a háborúra, mert békében akarnak érni. Hiszen a kereszténység és a béke az kéz a kézben jár. Nagyon sok olyan értékes ember van, aki tenni is akar ezekért az értékekért a saját kis közösségükben. Én azt szoktam kérni minden kereszténydemokrata közösségtől, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereszténydemokratáktól is, épüljön a mi családunk, gyarapodjon a családunk, jöjjön létre még több kereszténydemokrata szervezet, csatlakozzanak minél többen hozzánk, mert ha sokan vagyunk, akkor erő vagyunk, és a helyi közösségeinket, falvainkat, városainkat tovább tudjuk kormányozni ezen értékek mentén. Ezek az értékek már bizonyítottak. Ezeknek az értékeknek köszönhetjük, hogy 1000 éve itt vagyunk a Kárpát-medencében, jól lehet, jött a tatár, jött a török, jött a labanc, most nyomul az iszlám, a határainktól, pont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határaitól néhány száz kilométerre háborúdul. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy megőrizzük ezt a térséget úgy, ahogy örököltük. Hiszen mi is csak kölcsön kaptuk a gyermekeinktől és az unokáinktól, az a dolgunk, hogy ezeket az értékeket átadjuk nekik. Miután az elmúlt választásokon mind a 2022-es országgyűlési, mind pedig az idei európai parlamenti és önkormányzati választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jól szerepeltek a kereszténydemokraták, én úgy gondolom, hogy egy jól szereplő csapaton kár volna változtatni, én abban bízom és remélem, hogy az eddigi vezetés folytatja a munkáját, és ugyanakkor ez együtt fog járni azzal is, hogy a fiataloknak, mert hála Istennek egyre többen vannak fiatalok a pártunkban, fiatalok számára is biztosítanak a párt megyei vezetésében megszólalási lehetőséget. Kis András, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség egyik alelnöke azt mondta, a vármegyében folyamatosan tartják a kapcsolatot a civil közösségekkel. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 20 alapszervezettel működik a Kereszténydemokrata Néppárt. Azt gondolom, hogy egy nagyon erős csapattal, egy nagyon erős jelenléte, hiszen a vármegyei közgyűlés elnöke, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, a két legnagyobb város, Nyíregyházán kívüli legnagyobb város polgármester, és a mi csapatunkat erősíti Kisvárda és a Máté Szalka polgármester, és egy nagyon erős közösség. Ez a közösség ülésezik ma itt, és itt vannak az önkormányzati vezetőink, itt vannak a megyei, helyi vezetőink, elnökeink, és azt mutatjuk, hogy mi egységesek vagyunk. A politikában az egység a legfontosabb, és a közösség, a találkozás pillanata. A kereszténydemokrata néppárt azon dolgozik több mint 2 évtized ebben a megyében, és én magam is 14 éve ennek a pártnak a megyei vezető helyetteseként, hogy ezt a találkozási pontot, a szervezetépítés, a szervezetfejlesztés folyamatosan tegyük, mert készfogásról, jó szóra haladunk előre, és így élünk, így éljük a mindennapjainkat. A tisztújító vármegyei választmányi gyűlés szavazásán Seszták Miklóst egyhangulag újabb 5 évre a kereszténydemokrata néppárt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnökévé választották. Nemzetközi konferenciát tartottak Értékes barangolások címmel a Kisvárdai Konferencia Központban. Az eseményt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata szervezte, amelyen az ismeretterjesztő előadások után együttműködési megállapodás született a vármegyei önkormányzat és a Kassai Tália Színház között. A Kisvárdai Konferencia Központban határon innen és túlról érkezett előadókkal és közönséggel telt meg a terem. A rendezvényt egy pályázati program keretén belül szervezte Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata. Ez a konferencia egy magyar-szlovák pályázati program keretén belül valósul meg, és nem csak ez az egy konferencia az, amely itt a vármegyében megvalósul, hiszen már volt korábban is, erre például hiszen legutóbb éppen Vásárosnaményban, és ezek mind-mind az értékek köré csoportosulnak, és valóban azt a célt próbáltuk megfogni egy kicsit, hogy azokat az értékeket, amelyek akár itt határon belül, vagy akár mondjuk a határon túl, hiszen itt az egy magyar-szlovák programról beszélünk, és a felvidéken is van rengeteg olyan örökség, rengeteg olyan kulturális épített örökség és érték, amely úgy gondolom, hogy meghatározza nem csak a magyarságunkat, hanem az összetartozásunkat is, és ez amellett, hogy fizikai kapcsolat, amellett valóban egy lelki kapcsolat is. És ezeknek az előadásoknak, ezeknek a konferenciáknak az a célja, hogy valóban meg tudjuk
tudjunk szólítani olyan előadókat, akik közösséget szerveznek a saját közösségükben, településükön. Itt a mai napon például ugye Rozsály és Spanyola azok, akik megmutatták azt a közösségszervező értékteremtő tevékenységet, amelyet ők képviselnek, akár mondjuk a Spanyola Fesztel, vagy éppen mondjuk azzal a kovásszal, amely éppen Rozsályt jellemzi. És természetesen a Felvidékről pedig akár mondjuk a Tália Színház, hogyha megemlíthetem, akik pedig valóban egy olyan értéket közvetítő tevékenységet végeznek, amely úgy gondolom, hogy itt a mai napon összekapcsolódik, és hát szerettük volna azért a fiatalokat megszólítani, és itt a közönségben rengeteg fiatal foglal helyet, akár Kisvárdához köthetően, akár a Felvidékhez köthetően, hiszen ők azok, akik majd ezt a kulturális értékteremtő mozgalmat reményeink szerint majd tovább viszik, és hogyha egy picit tudunk nekik segíteni abban, hogy ebben előre lépjenek, akkor azt hiszem, hogy nekünk ez feladatunk, és ez a konferencia sorozat is ezt a célt szolgálja. Leleszi Tibor polgármester azt mondta, Kisvárdán kitüntetett jelentősége van a kulturális értékek átadásának. A közönség soraiban a helyi és felvidéki diákok mellett a felnőtt korosztály is helyet foglalt. A hagyományok kápolása, az értékek megőrzése a legfontosabb. Legfontosabb, ugye Mórus Tamás mondja azt, hogy a hagyomány továbbadása az nem a hamu őrzése, a láng továbbadása. Én azt mondom, hogy ez fontos magyar településekkel, ugye a felvidékkel különösen. Fontos számunkra, hogy a Kisvár a Szent László városa. Itt vettem a kunokat 1082-ben, és akkor alapított a Római Katolikus Egyházat. Tehát komolyan kötődünk hozzá, látva a kiállítás, hogy Szent László ábrázolások vannak a környező templomokban, illetve amihez kötődünk még, hogy itt van már 36 éve Magyar Színházak Fesztiválja. A magyar nyelvápolás, magyar kultúra, az értékek megőrzése. Azt hiszem, ez önmagáért beszél. A konferencia meghívott előadói között szerepelt Spisák Gyula színház menedzser, aki az idén 55 éves Kassai Tália Színház kulturális küldetéséről és történetéről tartott előadást. A színház alapításakor az alapítók, mivel a politikai háttér és a politikai akkori szelek nem voltak a legjobbak a színház alapítása, a magyar színház megalapításának a feltételeihez, ezért szinte elfoglalták ezt a tornatermet, az ipari iskolának a Kassán a tornatermét, és itt jött létre a színház, és mai napig ebben a tornateremben működünk. Persze ezt nem tornateremként kell elképzelni, hanem át van alakítva a színházteremmé. Leginkább, ha nagyobb színházakhoz azt mondjuk, hogy kamarateremhez hasonlítanám, 200 férőhelyjel, ugyanúgy van nálunk is balkon, tehát hogy ez mindenféle kritériumot teljesítünk, amit egy színháznak kell, ez át van alakítva, és azóta az ipari iskolának a tornatermében működünk. Kőszínház vagyunk, mert ugye van színháztermünk, van egy stúdiótermünk is, és Kassán a bérleteseink számára itt játsszuk az előadásokat, de ugye egy nagy vállalást tettünk akkor, amikor a színházat megalapították, hogy Felvidék szerte fogjuk járni az országot, és a magyar színházi kultúrát terjeszteni fogjuk. Ezt mai napig tartjuk, tehát az előadásainknak a nagy része az nem Kassán valósul meg, hanem máshol, kultúrházakban, egyéb helyeken. És ezt a Vándor Színház létet, ezt ötvözi a mi színházunk, ugye a kőszínházi léttel, de a társulatunk az állandó, tehát állandó társulatunk van. Minden együttműködés és minden lehetőség arra, hogy együttműködjünk határon átívelve, az egy nagy dolog a Kassai Tália Színháznak, hisz állandóan keresjük a lehetőségeket ahhoz, hogy a felvidéki színházi kultúrát azt terjeszteni tudjuk magyar nyelven, a határ ezen oldalán is, és oda az a Szlovákiában is. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt tudtunk találkozni, és hát főleg kapcsolatokat ugye egy polgármesterekkel is együtt beszélgettünk, illetve egyéb szervezőkkel, szervezeteknek a vezetőivel, olyan emberekkel, akik diákokat ugye vezetik, pedagógusokkal, és ez nagyon fontos, mert a diák sereg, a fiatalok az egy cél a színház számára, nézőket akar belőle csinálni. A kollégám itt a színházi nevelésről adott elő egy előadást, tehát próbáljuk őket bevonni, és hát a kor kihívásainak, itt nem csak anyagi tekintetben, hanem ugye a másik előadásban elhangzott itt a sok inger, ami éri a fiatalokat, a mindenféle szociális média, tehát hogy ezekkel a kihívásokkal megbirkózva hogyan tudunk
fennmaradni és egy színházat megtartani. 55 éve létezünk, idén vagyunk 55 évesek. Ez azt hiszem, hogy a legitimálja is a működésünket, hisz 55 éve tudunk magyar nyelven, többségi közegben mozogni, színházat mutatni, illetve egyéb kulturális rendezvényeket szervezni. Erre büszkék vagyunk. Tehát ez, hogy 55 évig sikerült ezt fenntartani, és reméljük, hogy ez folytatódik, ez a folyamat. Az Értékes Barangolások című konferencia zárásaként Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata és a Kassa Itália Színház között együttműködési megállapodás született. Ezt követően a felvidéki művészek sanzonesttel várták a közönséget a Várszínházban. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot írt ki a centrumhoz tartozó 10 szakképzési intézmény részére. Az esélyteremtő program célja, hogy megakadályozza a korai iskola elhagyást. A mentorpedagógusok a családdal és a többi oktatóval közösen dolgoznak azon, hogy az adott tanuló sikeresen zárja tanulmányait és szakmát szerezhessen. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot írt ki a centrumhoz tartozó 10 szakképzési intézmény részére. Az esélyteremtő program célja, hogy megakadályozza a korai iskola elhagyást. A mentorpedagógusok a családdal és a többi oktatóval közösen dolgoznak azon, hogy az adott tanuló sikeresen zárja tanulmányait és szakmát szerezhessen. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban is arra, hogy folyamatosan figyeljük. Tehát egyrészt a kréta rendszer jelez, az oktató jelez a szülő számára, és hát itt nálunk az iskolák igazgatói is rendszeresen szűréseket végeznek, és leszűrik, hogy kik azok, akik igazán veszélyeztetettek, kik azok, akik bukásra állnak, kik azok, akik nagyon sokat hiányoznak, és hát megpróbáljuk őket segíteni, támogatni, úgyhogy az egy osztályban tanító tanárok közössége, hogy szakemberekkel, pszichológusokkal, mentélhigiénés, gyógypedagógus, stb. És hát van egy újfajta lehetőség, ez az esélyteremtési program, amely egy pályázat, oktatók pályázhatnak, amely azt gondolom, hogy egy nagyon nagyszerű dolog arra, hogy a már környezetükben lévő veszélyeztetett tanulóknak az egyéni fejlődését biztosítsák. Szeptember végén kiírtunk egy pályázatot, erre a pályázatra oktatók, osztályfőnökök pályázhattak. Ők azok, akik ott a saját környezetükben látják, hogy kik azok a tanulók, akikkel feltétlenül foglalkozniuk kell, ahol jelzést kaptak, hogy itt most probléma van, baj van, és ők lemorzsolódhatnak. Ennek a programnak a keretében pályázatot nyújthatnak be azok az oktatók, akik a rugalmas tanulási utakban tanítanak, a szakképzőiskola 10-11. Folyamán oktatók, és a technikum 10-13. Évfolyamán oktatók. Gyakorlatilag 2-től 5 tanulóig foglalkozhat a mentor. Itt nagyon fontos, hogy mentor, hiszen itt nem arról van szó, hogy csupán zárkóztassuk föl, mert most valamilyen területen ő bukásra áll, hanem arról szól ez a történet, hogy ezek a mentorok gyakorlatilag egy helyzetelemzést követően, tehát leírják a fejlődési tervben, hogy milyen problémát éreznek, érzékelnek ők itt, és minden tanulóra vonatkozóan leírják, hogy mi az a egyéni fejlődés, amellyel ők esélyteremtési tevékenység kapcsán biztosítani tudják azt, hogy vagy a kompetencia fejlődjön, vagy megtalálják az okát, hogy esetleg családi ok, vagy bármilyen ok van amögött, hogy mondjuk ő nem jár iskolába. Nagyon fontos az, és a mentorok a kulcsfigurák, hiszen ők azok, akik ismerik ezt a tanulót, és a fejlődési tervben föl tudják vázolni, hogy ők most mit látnak. Nagyon fontos a kapcsolattartás, hogy a családdal legyen kapcsolat, a duális képzőhelyen, az egyosztályban tanító kollégákkal együtt gondolják végig, hogy hogyan tudnak ennek a tanulónak segíteni. Minimum 5 foglalkozást kell tartaniuk, ahol nyilván kompetenciafejlesztés, de ebbe egyébként lehet egy kirándulás, egy kulturális esemény, amellyel közelebb kerülnek a tanulóhoz, ahol lehet, hogy azt látja, hogy szociális hátrányok vannak, és annak a leküzdésében
kell segíteni, és meg kell határoznia ezt a folyamatot, hova szeretne eljutni, mit lát ő lehetséges útnak, és erre az a lényeg, hogy ezt a fejlődési tervet kell megvalósítania határidőre. A mentorok egyszeri 300 ezer forintos juttatásban részesülnek. Volt már egy pilot tavasszal, akkor 128 mentor pályázata volt, ugye ha számolunk, ez közel 40 millió forint, amit a szakképzési centrum erre fordított, és nagyon pozitív visszajelzéseink vannak, közel 400 tanuló volt, és azt láttuk, hogy a kompetenciák fejlődtek, hogy csökkent a bukás, hogy sikerült a lemorzsolódást, a korai iskola elhagyást minimálisra szorítani, és valamennyi mentornak pozitív véleménye volt. Megkérdeztük az iskolák igazgatóit, hiszen nekik is kulcs szerepük van ebben, hiszen ugye benyújtja az oktatópályázatot, de az iskola igazgatója az, aki dönt, neki látnia kell, tudnia kell, hogy megvalósítható-e az az egyéni fejlődési terv, és a végén pedig azt kértük, hogy jelezzenek vissza, és mondják el a tapasztalataikat. Én nagyon örülök, hogy mindannyian pozitív tapasztalatokról számoltak be. Na most ezzel a lendülettel vágtunk neki ennek az őszi pályázatnak. Most már a megvalósítás szakaszában vannak, és november végén kerül kiértékelésre, hogy milyen eredmények is születtek. Én nagyon bízom abban, hogy a tavaszihoz hasonlóan, vagy még jobban, még eredményesebb lesz az esélyteremtési program. Azt gondolom, hogy ha esélyteremtés, akkor mindenképpen az útmutatás az egy nagyon fontos dolog a pedagógus részéről. Beszéltünk egy programról, ami megvalósult, és már vannak pozitívumai, és arról, hogy ugye 5 alkalom milyen hosszan foglalkozhat a pedagógus. De ugye itt igazából 10-12. Osztály van olyan, akit esetleg a végéig, akár a krétarendszer jelzései alapján a végéig el kell kísérni? Én azt gondolom, hogy egy oktató akkor végzi jól a munkáját, ha a végéig elkíséri, és én ezt nagyon fontosnak tartom az oktatók együttműködését. A szakképzés rendszerében elképzelhetetlen, hogy akár az egy osztályban tanítók közösséget, éppen amit az előbb mondtam, hogy a duális képzés miatt, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy kikerül egy gyerek duális partnerhez, és akkor az osztályfőnök vagy oktató, vagy az iskola sem tudja, hogy mi történik. Tehát folyamatos a kapcsolattartás, és az gondolom, hogy a támogatás különösen azoknak a tanulóknak, akik ugye a krétából az elsőben jelzést kapunk, hogy vele gond van, őket mindenképpen el kell kísérni. És hát itt említettük a személyes példamutatást. Igen, ez egy nagyon fontos, hogy itt olyan mentorok vannak, akit a tanuló már ismer, akivel viszonylag sok időt tölt együtt. A foglalkozásokon az egyéni fejlődési programnak a keretében és nagyon sokat fognak együtt tölteni, és hát amit említettem, hogy nem csupán arról van szó, hogy most kompetenciát fejlesztünk, hanem arról is szó van, hogy megismerem az ő családi hátterét, megismerem azt, hogy ő most hol tanul, milyen a tanulási motivációja. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy nem megfelelően motivált, és lehet, hogy éppen azért, mert nem azt a szakmát tanulja. De lehet, hogy azért nem motivált, mert valami családi probléma van mögötte, amit mi nem tudunk. Nagyon sok egyéni sorssal találkozunk, és azért örülök annak, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban most már egy jól működő szakszolgálatunk van, ahol szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok, mentálhigiénisek tudnak segíteni az embereknek, illetve hát arra törekszünk, hogy az oktatóink minél több továbbképzésen vegyenek részt, hogy korszerű ismeretekkel rendelkezzenek, hogy ismerjük a problémákat, és hát nagyon fontos a tanulók pályakövetés is, és hát nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy azt a bizonyos korai iskola elhagyást, a lemorzsolódást minimálisra
szorítsuk le, és minél többen találják meg azt a szakmát, amire itt a térségben szükség van, amivel egyéni boldogulásukat, jövőjüket, a családjuk jövőjét biztosítani tudják. És hát ugye azt szoktuk mondani, hogy ha valaki igazán szereti a szakmáját, akkor neki a munka, a hétköznapi feladatok ellátása sem olyan megterhelő, mintha nem szeretem szakmában dolgozik. Az esetek többségében, mint hallottuk, igen sok tényezőnek van szerepe abban, hogy egy fiatal megszakítsa a tanulmányait. A Kréta rendszere monitorozza a diákokat hiányzásaik és iskolai teljesítményük alapján, így hamar kiderül ki az, akit az a veszély fenyeget, hogy nem tudja, vagy esetleg nem akarja befejezni a tanulmányait. Tehát a pedagógusok számára kiírt pályázat ezt igyekszik megelőzni. Kedves nézőink, ez volt ma a 35 perc, legközelebb hétfőn találkozhatnak ugyanezzel a műsorral, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!